І маю щиру надію, що це буде початком подальших наукових проєктів у нас. Щиро вітаю! A mai nap mi vagyunk az egyik szervezője egy nemzetközi tréningnek, a végtag deformitásoknak a kezelése hexapót segítségével. Annyit el kell mondanom, hogy nekünk az Egyesült Államoknak több klinikájával van együttműködési szerződésünk, és a Megyei Gyermekkórház orvosai már több mint 20 éve látogatják azokat a klinikákat, és ez egy következő lépés nekünk, mert a gerincdeformitások, egy mellkas műtéteket ott sajátítottunk el, amik úgy szintén gyakorlatilag elsők voltunk Ukrajnába. És nagyon örülök, hogy most ez a hexapódos korrekció, ez már több mint 2 éve mi használjuk a Megyei Gyermekkórházba, adományba kaptuk ezt a műszert, és ez egy navigációs rendszer, ami segítségével mi tudjuk nem csak a csont, hanem az izomnak a korrekcióját elvégezni. És mi, mikor ezt elkezdtük a gyermekeknél, akkor a háború, ahogy elkezdődött, mi megértettük azt, hogy a katonáknak, a sebesült katonáknak, akiknek repesz és más sérülései vannak végtagokon, ez egy első rendű ilyen módszer lenne, és ebbe tudnánk segíteni neki, és én is beszélgettem itt Hajda professzorral, és ő mondta, hogy gyakorlatilag, mint tapasztalt orvos, aki NATO missziókban is többször vett részt, hogy ez a módszer az, aki tutira több mint 95, körülbelül 95%-ra ad egy pozitív eredményt ilyen sebesüléseknél. Szeretnénk, hogyha ezt a módszert mi elterjesztenénk Ukrajnába, és terjesztenénk azt, hogy legyen ez a katonáknál is felhasználva, és ez a tréning most ezt fogja szolgálni. A professzorok az Egyesült Államokból, és azok az orvosok, akik itt vannak ma, ortopéd, traumatológus orvosok, a Védelmi Minisztérium szolgálatában, akik vannak, és az Egészségügyi Minisztérium szolgálatában, ők ma itt vannak, ezek a top traumatológusok, ortopédus orvosok Ukrajnában, és ők most ezt a study tourt meg fogják itt kapni. Mi örülünk, hogy részesei vagyunk, szeretnénk folytatni ezt a munkát, mint közvetítő, hogy Ukrajnába elterjedjen ez a módszer. Természetesen meg kell találni még a szponzorokat, akik fogják ezeket az eszközöket Ukrajnába adományozni.